Na, itt is vagyunk, gyorsan mondanám, akkor még egyszer gyors talpulóból, hogy a baloldali színekben, baloldali csapat, hogy kék színekben játszik, ugye Unicorns of Love, és ugye pont közben megy a háttérben a Mityi Matyi, Chaos TV és kollégina akarnék beférni, jelentem, hogy nem tudnak magyarul, ki lettek szorítva a Chaos TV, és mondtam, hogy srácok, tudod, egy hely biztos, hogy foglalt lesz, ugyanis én mindenkivét be fogok tanyázni, mert csak önmagában Kubéknak eleget téve, meg amúgy is, hogyha már itt vagyunk, akkor igenis nekünk itt van a helyünk. Én így jöttem ilyen tényleg ilyen csontörő emberként, hogy na, akkor is be fogok regyülni. Mondta, hogy tényleg végigkövette őket a mai NFL-em, és ez teljes mértékben igaz, és is alátámasztottam. Elvileg nyitva van hátulról a spekizés, tehát utólag rá lehet bármikor joinolni, bármikor megteheti ő is, ahogy eddig általában mi tettük meg, de most nem. Ettől függetlenül, hogy az tuti biztos már, és mondanám, hogy elvileg ma este ez, sőt, tuti biztos, ez utolsó meccsünk már a jelen pillanatban ugye elég sok minden múlik ezen. Konkrétan ugye a legjobb kettő jut elvileg be, és ugye megy tovább ezen a nyitott kvalifikációs rendszeren, és jelen pillanatban látjuk azt, hogy elvileg három darab meccs megy fejé mellett, és akárhogy számoljuk ez, én akárhogy számolom ez konkrétan ugye hat, osztva kettő, az nálam mindig három, tehát igazából várom, hogy osztok, szorzok, elvileg több csapat marad, mint amennyi kéne. Nem tudom, az biztos, hogy erre vagyok még benevezve, aztán a végén, ugye mivel a fű, Mityi Matyi az más, tehát mi ezen a meccsen tuti, hogy maradunk, ez eddig biztos. Mikor fog kezdődni most? 5 perc, vagy nem? Alacsony a KP-m, igen, de dugó engem utál, Üre Geller, hát so much dráma ott kint a cseten. Kazixban, Uluban, Grenektorni, Asu, Kasszalin, majd Wukongban, Csocsi pedig a trash-re azonnal rámarkol, mint ahogy a harcsára szokás, és jelen pillanatban a következő két pick az Morgana és Alice. Igen, jött egy olyan kérdés, hogy az NFL csapatnak attól, hogy CHMPS a neve az, hogy pontosan mit akar, ez egy nagyon kérdés, elvileg ugye Champs. Na most gyakorlatilag lehet, hogy ugyanúgy csimpánzok is konkrétan, de teljesen mindegy, minket ugye nem is izgat, az már tutifix és crucifix, hogy nem is annyira fontos. A kék oldalon most mi leszünk, de miénk volt az első pick és az első ban lehetősége, még az ellenfél csak utólag, és érkeznek piros színebe. Én egyszerűen megmondom, hogy én bármikor is játszok, ha ne talán arrafele fújja szó, hogy én leülök egy meccset játszom, elég ritkán van, mindenképpen én imádok, szerintem mindenki szeret kék oldalon kezdeni. Szerintem egy előnye jár pluszba, meg és mindenki más alapján elemzi ki. Nekem a legfontosabb, és mindig a legfontosabb is fog maradni, hogy jobban szeretek lentülök fölfele támadni. Viccen kívül, hogyha lentülök fölfele kell katni, és úgy menni is, más irányba menekülni, az nekem megy. Én fentről lefelé nem szeretek, és nem tudok, de ez megint egyéni szociális probléma. Szó. Oké, okay. Tehát megvolt a Morgana és Alice pick, érkezett rá az Olaf, és egy Sivir pick Kubuta, hogy a Kubu érkezik majd Middel, Csacsi pedig majd Topra, de elég valószínű, hogy az Olaffal Sipi az maradni is fog, már láttuk Olaffal játszani, Wukong ellen pillanatban bannal van, tehát Wukong, Sipi Wukong az már nem lesz, addig kell egy képnén, ami elég valószínű, hogy marad, és a Nidali, ami érdekes választás, most ő még érkezett ugye, még lehet ez a Hocsó Gigi stoppos, ilyen AD Bruiser-es Nidali, esetleg kimehet mi Middel is, esetleg mi lehet support is. És ugye Morgan még ugyanúgy esélyes, még mindenki supportnak is. Az tény és való, hogy jelen pillanatban talán az előző meccs alapján azt mondaná az ember, hogy hát akkor bemegy a Morgana biztos midre. Alapvetően még én azt mondanám, hogy lehet, hogy bemegy a Morgana supportnak, és pedig Nidali majd midre, ez majd eldől. Hillisan közben egy hackerben teszi rá a mancsát, ez egy nagyon kérdés, hogy ez marad és tálna vagy nem, mert akkor megint borul a kocka, és akkor konkrétan hackerim bemegy a junglebe elvileg is, majd Csacsi érkezik föl topra Olaffal, és Ári a legutolsó pick, ami még ugye nem biztosan marad, de elég a valószínű. Ez pedig ugye érkezik majd Kubu kis kacsójába, Kubu pedig majd szívét dobja tovább, ugye botlane-nek, Hillisnek és Wardex-nek, ezzel probléma nincsen. A trash az megint fix. Hát ez még itt a Kragasz lehet, hogy jobban játszik Kubu kezére. De nem, igen. Nem, és igen. Hát őszintén megmondom, hogy a pikek alapján, illetve a kint a lobbyban ilyen platinától fölfele volt mindenki az ellenfélnél. Én úgy érzem, első nekifutás, hogy talán az esélyünk az jóval nagyobb nyerni, viszont egy ilyen kaliberű meccsen, egy ilyen kaliberű téteknél már azért én lehetne mondanék semmire sem biztosat. Utána még igazából az én tököim lesznek lecsapkodva. De alapvetően még bármi lehet. Közben mindenképpen rá akarok nézni a chat, és Pierce, ezzel én is pontosan így vagyok, nem tudom melyik kell, de rendben,
Oké. Ja, tudom, melyikre vagytok így. Igen, na, szóval igen. Igen. Tehát nekem az... Ezen Kubu ír valamit. Imádkozz, hogy ne laggoljak. Kubu, kérlek, hogy laggolj szét magadat, de amúgy nem még persze, hogy nem. És Jackson, mi elég valószínűleg érkezik majd topra. Hát Csacsinak még nem láttam az alapját túl gyakran toplénen, de ugye most miért is beszélünk arra, amikor ugye Hekari el lett felejtve, és a Rengár fog érkezni majd Csacsihoz, vagy igazából Rengárt hívja magához, a kis cicát a Csacsi, ez Csacsesz úr topra, az pedig neki nem az első kanyarra lesz azon a karakterrel. Még amikor volt ez a bizonyos interjú, akkor is inkább őt emlegette, hogy na, igen, akkor inkább kihozok a Rengált. A Renekton mindenképpen ugye mind a kettő egy olyan jó választás, hogy biztos, hogy hozom vele a lényt. Valahogy így fogalmazta meg, hogy mi az igazság, ez megint egy jó kérdés, de azt tudja biztos, hogy ez most már így fog. Szinte tudja maradni. Már, hogyha valaki kilép, és valaki azt mondja, hogy el kell mennem söcörre, akkor talán még lehet, hogy variálás, de amúgy elvileg minden marad. A számonos utakarás ugye fönn van, azt hamarosan levesszük. Addig is még egy lökettel tartozok itt a facebookon. Azt egy kipötyögöm, amire kő kell, hogy boldog legyen Kubu szíve. Amúgy nagyon szereti a Kubut, de hogyha nyernek a kupákon, és hogy robotolnak előre, tele spammel minden kis icipici csoportot, mindegyiket teledobálja. Tényleg, szana szét. Milyen sikapnak? Kubu offline. Nem, most semmiféle hátsó szándék nélkül nem mindig a legjobbak a ideg. Hát, ideg, nem is tudom. Az ideg szerintem nem a régiek, pedig elég fiatal még Kubu. Ugye, most nem tudom hangosítani, hogy hányszor mondtam már, hogy szülői engedély érkezett az ICR-re, de eltefélt, ezt nagyon szeretjük. Na jó, van egy kis matyitámunk, addig én belövök egy cigit. Lehet nyugodtan csekkolni a számon ezt peleket. Egy 3-5-es kövünk vissza, addig mindenképp megy a zene, meg a Bona, meg a Mityi, meg a Matyi. Elvileg ez is megy. Oké, és ez is megy, nincs is probléma, nincs fennakadás. Na mindjárt jövünk. Radio.
a répa retek, és magyarul egy jó pauzzal kezdünk be. A chatre mindjárt rendezik, a probléma az pontosan mi is. They had to restart internet, had some issues. Habla, 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 meg habla. Itt lehet olvasni pontosan mi a probléma, de igazából a chat annyira nem ez fontos. Pár perc és jövünk elvileg konkrétan a meccsel, de addig ugye én kis stabil... Tehát megtippeltem, és elég valószínűleg tartom, hogy Nidalee érkezik barrierre midre, nem hinném, hogy Morgana, pontosabban Nidalee, mint supportként érkezne le barrierre, ez elég nagy hülyeségnek tartanám, így megajándékozzuk jelen pillanatban egy mid lane-nel. Alapvetően a champs-nek a felállását én így hirtelen megsatszolni sem tudnám, hogy ki miért és miért és melyik lane-en játszik, de nem is annyira fontos, mert nem miattuk vagyunk itt, hanem a Yulavért. És jelen pillanatban ez tuti fix, hogy ők itt vannak és már felálltak. Elvileg Kubunak volt a resi-e, azt hazudta, hogy resi van. Én megmerném tippelni, hogy ez nem resi konkrétan, hanem hát mondjuk szülői azt mondták, hogy jó kicsi fiam, akkor alvás van, 8:30 van, tanulja a holnapi témazáróra, és így kilőtte ki, de anya nagy meccs van! Anya, jó, oké. Okay. Tehát elképzelhető, hogy ilyen is történhetett, de lényeg az, hogy elvileg Kubu már itt van. Be van töltve. Hol volt még Netresi, azt persze nem tudjuk. De pár percen belül mindenképpen kezdjük. Hát addig nekünk túl sok mondani való nincsen. Recsi. Hát akkor Recsi. Hát, Resi is lehet, de én mindenképpen Resire szavaznék. De, ámen. Ugye azt, hogy Xodiazon kívül még ki az, aki pihen? Ez Kubun kívül, ez egy nagyon jó kérdés. Hidisang, még nem biztos, hogy ő írta, de nem, Vordex. Mondjuk majdnem ugyanaz a nevük, majdnem ugyanis néz ki, ja nem. Ő jelentette, hogy valakinél vannak is, lesznek is, és mindig akadnak problémák. Resi az van, meccs az még nincs, addig is Mityi, meg Matyi. Közben, hó, Slider megint jelentkezik, szia Slider. Kicsit másról írt most, mint amit igazából konkrétan láthattok. Hát függetlenül, hát fogok válaszolni, csak nem most. De igen, még ugyanúgy él a lehetőség, amit megbeszéltünk, sorry. El vagyok nagyon messzire havazva, tényleg. Sorry. Közben ugye zajlik a Debrecenben az IK LAN, ezt mindenki jól tudja. Ilyen kisebb problémák miatt annyira nem tudtuk kivételezni azt, amit igazán szerettünk volna. Ettől függetlenül bárki, aki Debrecen közelében jár és egyetem közelében mellett el szambázik, az ugorjon be, mert elvileg 26 lolos csapat van lent. Jó abból talán 24 csapat, a teljes videó nem is ismerünk, teljesen mindegy. Ez egy kis házi kis tanocska. Ilyen Biri barátok játszik, ott IK-s hallgatók össze-vissza. Mikor tavaly ősszel lenéztünk, a Tómerrel még pár emberrel, akkor azt vettük észre, és azt tapasztaltam meg, és én azt láttam még mellékesen, hogy volt lent egy kis kórai kis brigád is, ugye, akik ugye Debreceni egyetemi hallgatók, és hogy meg is satszoltuk, hogy azok biztos, hogy szép van mindenkit alázni. Nem voltak annyira ügyesek, de azért bennük, tehát nem egy ilyen ősrégi kórai játékosok voltak, azért bennük csorgatott az a bizonyos vér, ami miatt a kóriákat nem annyira szeretjük, mert ugye egérre születnek meg, stb. Geller most nincsen, Trinketet ő vásárol, nem szokott pontosan, mert azt látjuk, hogy most legutóbb nem vett. Az okát az annyira nem értjük, de az biztos, hogy én is keresek ugyanebben a hibában, ha netalántán oda jutunk. Griffin, hagyd már abba ezt a süti kézést. Hát, Griffin, ezt most megkaptad. Nem streamelik a LAN-t, úgy volt, hogy lesz stream, és úgy volt, hogy mi streamelünk, de igazából így információ hiány, annyira kivitelezéssel is voltak problémák. A utolsó két napban el tudtuk érni a srácot, akivel ezeket a dolgokat megpróbáltuk megbeszélni, szóval az most így elmaradt, de nem vannak, és éppen kockulnak. Hát úgy képzeltek el, hogy van egy ilyen orbitális nagy aula, miközben mindenki tornasorra felállt a pályán, és mindjárt rá is térünk a meccsre. Egy óriási aulát képzeljetek el, konkrétan is egy ilyen, nem tudom, vagy 30 asztalt össze-vissza tologatva, közben Csacsé találkoznak vagabonddal fönn, Jax kicsikét alszik, aztán pedig jó, Csacsi újra egyből, egy instant fél HP-ra burstelik közben Jax, mondjuk az a burstelés fogalom kicsikét erős, szedjük le a HP-ját fél HP-ra közben, csak mindenki így a kapcsolatban, mert nem tudok kiállítani a kamera váltani, vannak ilyen problémák, Csacsi bejön, hát nézzük csak mi van itt, hopp!
Miért kezdően elkapta, kicsit lassan fog kivándorni Jax, de mindenképpen jön. 1.30, aminél érkeznek is lehet szedni a buffokat, és jelen pillanatban ugye Olaf, ez a sipi érkezik elég valószínűleg kékre is, majd a pirosra. Igazából tükörbe játszanak most a két csapat junglerei. Konkrétan ugye maga a kékezdés, ez tök minden melyik side-ban vagy, ugye mindenképpen ha kék side-ban játszol, blue side-ban játszol is, pirosnál kezdesz, mindenképpen jóval nagyobb segedelmet tudsz kapni az addikerítől és a supporttól. Ettől függetlenül ugye, hogyha később utólag szeded fel a pirosat, tehát nem először, hosszabb ideig tudsz levárni, most tényleg azért bizonyos lobbal is, illetve a pirossal persze genkelni. Tehát mindennek megvan a saját maga böjtje, illetve a saját meg előnye hátránya, de ez mondhatni bármiben igaz, bármilyen tiában, hogy abszolút nem csak a lóval kapcsolatban. Tehát mi valamit valamire alapom. Mi a hányás van erre? Hát valaki így köszön be, üdv, Lau. Hát az pont nincsen igazából, tehát nem a langon vagyunk lenni, és nem sörözünk, és nem zsíros deszkát nyomunk lefele. Hát hányás elég valószínűleg az nem lesz, de minden más szerintem elég valószínű. Szóval úgy, a türelem az úgy rózsát is terem, talán néha. Ez már a level 2 megvan, a húzás jó, Illicent egybe mehet rá Burst, a barrier már most kimegy, két mintől fesse még benn van, ki is flash-el, az Ignite talán elviszi. A poti az megy, és nem viszi az Ignite, még Morganát büntetik, Morganak flash-e jelen pillanatban nincsen már. Hát két ilyen semmi HP-s ember megy haza, botlénen, de ez mindenképpen Yulavnak számít, pozitív pontnak, ugyanis ők most így farmolnak, Mityznek, meg Matyznak, míg ezen csacsit büntette Jax picikét. Pont az első meccset, amit a Chaos TV streamelt, amit én is így félszemmel sasoltam, amikor csináltam itthon a dolgaimat. Van most mire nézni, figyel, elég sok minden van előttem. Na de mindegy. És konkrétan... Hogy is volt? Igen. Tehát Kubu oktat, vagy így fogom azt, hogy Kubu oktat, és Xodi az oktat, Csacsi pedig oktatják. Tehát valamelyik meccsen pont, hogy Kubu agyon volt feedelve, szóval Csacsinak voltak bent, pontosabban igen fent gondjai. Jax ugyanúgy még próbál Csacsira valamilyen pszichés terrort. Akad, hal, itt sem, már itt sem. Itt nem, itt is igen, akad, nem akad. Estét, akad, ja nem. Hopeckor, hát téged mi szél fújt erre? A pig! Látom, hogy a chat az persze mindenki a pörög. 100 golddal, jelen pillanatban 200 golddal, ettől függetlenül mindig megy a champs, vagy camps, vagy chimpánzok, teljesen mindegy, CHMPS. Na most így biztosan nem fogom mondani, de azért CHMPS. És jelen pillanatban, hogy így érkezik Sibi topra. Kim van már a ghost, aztán nem talál senkire, megy ki a flash, most erre lehet menni. Csacsonek is ami puzzan flash-e, Ignite már nincs ott a flash. Be lesz fel ez a földzat, meg lesz, és Sibi viszi el. Kicsikét úgy annyira megindult Olaf, hogy már rég meghalt a Jax, de még az a mentor anyalá egy hitet megenni Sibitől. Lehet, hogy kicsikét be van lőve, és túl van pörögve, ettől függetlenül a földzat megvan. És így 500 golddal már most megy a Unicorns of Love, valami mindig United of Love-ot akarok mondani, pedig ez minden csak United és nem Love. Az a lávban nem hiszünk, olyan nincsen. Ja de, ja nem, az melyik szerver? Na mindegy, közben hírisszak büntet a level 2-es két nőre. A Morganát rántja meg, HV3-as a QV-ig meg szívült, nagyon szép orrasztó befejezés, 2-0, 1200 golddal már most megy Unicorn of Love. Nem hittem volna én sem Morganáról behúzni hírisszang, de ennek köszönhetően, hogy két nős, hát lehet engem fog behúzni, de nem. Kicsikét ilyen facebait, ha lehetne ezt így mondani, hogy teljesen másfél nézett és másfelé húzott. A teresektől ez mindenképpen egy alap. Mechanika köbben az Ignite még nem csattan Kubutól, mana viszont annál inkább már fogyóban. Na kétni, most mi lesz? Hát nincsen barrier, nincsen flash, akkor dájvalunk! És megy rá Hillisang, ott a húzás még csak most mehet majd el, mana konkrétan annyira nincsen. Most már Sivir tankol, még egy hit kéne, lehet, hogy bele fog hallni, és Hillisang viszi el a barrierrel levédni, míg a torrent is 3-0. Hillisang fejezve, ez egy legkisebb probléma, úgyis a creepelő már megvan, a goldelő már megvan, a büntetés már megvan, és emellett az XP-t bukja kétnén. Kézzel Ward azért ugyanúgy farmolhat, és kin lehet. Külön-külön egyszer magán egyszer két, mindenképpen csak is a Unicorn of Love-nak lesz az előnye. 1,3k oldal, szinte repesztünk, miközben Csacsi így ezzel a kill-lel, és inkább ezzel az assziszttal, amit a Shippy behúzott azt a kill-t. Egész jól lehet, de függetlenül Jesse próbál levegőhöz jutni, és büntetni Csacsit. 0-0-1 ugye, és 0-1-0, de Jax semmilyen farmban nem jött ki. Hát pozitívan semmiképpen, egy gameből hogy lehetne pozitívan kijönni? Max akkor, hogy érkezett volna éppenséggel. Az aktuális jungle Alice, de ugye Alice-nek a játékában még én semmit nem látom konkrétan a meccsen, de mintha nem is nem lenne, de persze van.
Hiszen utána jártam, most ugye ennek az eSports Gearnek, vagy eSports Gear, Epic Gearnek kis belső Skype csoportjában azért olyan emberek kirkálnak, hogy csak én is nekem is leesek az állaim, de ettől függetlenül megy a Dimeduma, és elvileg, ha minden igaz, sőt tuti biztos, hogy ennél több meccse a Unicorn of Love-nak nem lesz, hasz, hogy lesz a második meccs, azt én nem tudom, de ha Unicornnak nincs, akkor mi úgysem maradunk, közben a Spell Shield jó volt, a húzás is jó lett volna, de a Spell Shield is kimenni, közben Csacsit bünteti Jax, egy kis Turn Damage azért mindenképpen jön, tehát ez az utolsó meccsünk már a az utolsó alkalom lehet, hogy a Unicorn of Love mit fog ma fölmutatni, közben Xodi az, Schneider is már level 3-as miden, a Darda pont nem tanál, Grip VG parkol be Kubu. Ez a Q az mindig jó, egy kis HP bónusz, ez mindig jó, mellé a Binding közben Smixis-től. Hát mire Maxi Smixis annyira nincsenek most elszáll maguktól, és nincsenek annyira megáldva itt Killer Gold-dal, meg bőséggel, meg jó kedvel, meg lehetne itt folytatni. Ettől függetlenül 1,3K goldos előny ugyanúgy megvan, mikor, hol, mikor, hogy, és mindig változgat, de bármennyire számolunk assist killekben, körülbelül ott van a különbség, ugye annyira farmban nincsen, ezt lehet is látni, magad Nidal is megy egy kicsikét farmban, Jax az abszolút nincs lemaradva, és ahhoz képest, hogy a level 2-esen mennyire meg volt büntetve ez a bizonyos botlén a champs-től, egész jól tartják magukat. De hát mi kit érdekel, hogyha Unicorn of Love mellett vagyunk jelen pillanatban, tehát igazából pont erről beszélt tennap este, ezért húzás jó két nélre, lehet talán menni, Flash Barrierben van, oda mindenképp kell ügyelni. De pont arra beszéltem nap a Gamer TV és úriemberrel, hogy konkrétan mindig jobb, amikor egy csapat mögé tudunk beállni, és ugye új streamel, nem pedig egy szimpla kupát letolni ilyen passzívak, közben Thresh Flash-sel, az Ignite kiment még Morganára, a Binding talál, bajban lehet, Thresh pont kimozdul még egy picikét, hogy megkapjon több turóhét, tehát az Ignite rajta pörög, a poti megy, a pont nem hal, meg az a Lantern milyen jó, hogy volt, a Q még talál mind a kettejükön, hát borrazzak a W ki a csücsül a torony alatt, a következő Q-nál. Ezért minden is van, lassan party hard van. Tessé mindig meg, hogyha poti járt jelen pillanatban neki több nincs, ami icipicikét kap HP-t, aztán annyi volt. Azt kell beosztani, a healisten kit akarunk húzni. Morgan Morgan húzás, a Binding talál, Wardas fejezheti be, 1 hit, 2 hit, 3 hit, és Thresh kijön, 4-0, 2K oldal megy most már, Julav jó a charm közben, Kubutól is. Minden lett a figyelte, hogy nem ijed meg, a Darda előbb bújik el Kubu a creep mögé. És érkezik közben Elise. Na Elise első mutatkozása. Bejön, kijön, hali. Bokorba be, bokorból ki. Közben Shippy is már a környéken olálkodik. A Vision Warlock az innenképp szedik kifele. Amit csak lehet. És ugye pont fog, most van leven ez a Warlock konkrétan. Csacsi. 65, Jax 50. Neki mindenképp az assist az kellett. Miközben Nidari jelen pillanat flash-el ki, Kubu közben ultizik el, egy torony hit még jön, Shippy mögött áll, mindenképpen bármi baj van, a Dardát, illetve a csalat is összeszedni magának közben, Csacsinak és Jax-nek is kiment az Ignite-ja, flash-ek jelen pillanatban nincsenek, most van ott a flash Jax-től, azon a flash-e, Csacsinak is van flash-e, de nem ugrik utána, Jax mehet haza, 6 creep-es előnnyel így Csacsi nyeri most jelen pillanatban lane-t, és maradhat kint farmolni. Hát a dominanciát elnyerte az úriember. Ha lehet ezt így fogalmazni? Amúgy pont erről beszélünk tennap is még a konkrétan szóról, hogy alapvetően amúgy fölő így visszanéztük, visszagondolkoztunk egy pár dolgokat, meg visszanéztünk egy pár meccset régebről a konkrétan szót, én is, és Sadex is, mint TSM, mint amúgy is közben a Dragont elhozza Elise, ettől Elise mindenképpen büntetjük, most jön le, egy hit, ott a piros Sivirren 3-0-ban, még talán két nél is megvett a Morgan ulti végig, megy két nél barrier, és flash is rendelkezik, Warlocks pedig szintén tud még lépni, a Q az szép, Hillsong hozza el, ez nem nagy baj, Morgannak a bindinge mellé, 7-0-ban a Unicorn of Love, torony magasan lassan 3K oldal vezetünk. A probléma nincs, hát pont arra beszélünk, igen, azt kezdtem mondani, hogy alapvetően nagyon sokan használtuk mi is. Itt a kis TeamSpeak keretein belül, illetve így én is használom, de Fury viszont abuzolta. Tehát mi használtuk, viszont Fury túlhasználta és kikoptatta azt a szót. De már konkrétan így, igen. konkrétan így már tényleg az ő nevéhez lehetne fűzni, pedig nem is ő a legtöbbet. De konkrétan ő két nap alatt annyit használta, mint mi egy év alatt. Ezt így lehetne fogalmazni. Hisz megvettem a rohadt cségük, aztán Shippy bünteti Elise-t, vagy inkább fordítva a Lanternyó, és Hillsong menti meg Olafot. Ezzel Elise megint csak szomorúan vandukkal odébb. Csacsi 84, Jax 74, 10 creep-es különbség az megvan, aztán most megy végig. Csacsi még valamennyire visszafordul, Jax, egy Ignite-ok nincsenek, ez Nidali ugrik mellé, Kubunak egy jó csármja, hogyha lesz. Tud fordulni, és érkezik Elise midre.
talán az első jó gen kérkezhet Alice-től, miközben minden, és stoppa, mindig megy a buli, miközben valaki emleget. Ne emlegessetek már, itt vagyok. Jaj. Na, itt vagyok. Nézd meg, valaki emleget, hagyd már abba. Kubut olyan ki kisebb, ez a csárna abszolút mellé ment. A trinket még azért arra jó, hogy hát mindegy, mert talán vajon merre mehet. Ott van két csapda. Kubut annyira nem érek, átjön mind a kettőn. Sip érkezik még hátulról. Alice pedig a vrétegre csücsül, és érkezik Hillsong hátul. A lantern jó, még sírnek mindenkiben, flash nincsen. Csacsi fut. Csacsi szóval a húzás jó, a dobás jó, ott a CC, nem tud mozogni Jax, bármennyire is lett volna esély Csacsit elhoz magával 1v1-ben, 1v2-ben is. Az a CC, ami kijön a terestől maximálisan kihasznált a Csacsi, és hozta magával így Jaxet. 1-0-1, miközben Sip érkezik midre, az Alice Nidali mellé. Nidali elszámolta magát a csár, nagyon jó Kubutól, Kubu meg fog halni, az Ignite még ketyeg Nidán, fejezi az Ignite-t szépen. Alice még bajban lehet, érkezik Hillsong, és behúzza magát, hogy a creeper mindenki tudjanél dobni. Nagyon jó gondolkodás, hihetetlen jó mozdulat, és 10-1-re megy egy Unicorn a flám. Az a húzás, konkrétan ugye valaki azt mondta, hát oda meg a creeper mögé, aztán majd behúzza szépen az enemit, de nem. Előre gondolkodott Hillsong, és inkább így egy ilyen kisebb fajta beépített flash használt el ezzel a húzás, és nagyon szép mozdulat volt Hillsongtól. Ezért ugye Sivir így egyedül van lent botlénen, de ez a legkisebb probléma, mert max HP még simán véde a tornyát. A Sivir ulti bent, lehet menni. Flash-re és barrier képnének van, a binding talál Sivirre, ajjajjajjajjaj. Sivir lehet, hogy baj, mert így viszont nem. Hillsongnak a húzás most bele a creepbe, abszolút totálisan. Lehet még menni, flash-re már barrier, flash-re már nincsen kétenek, barrier-re pedig volt. Abszolút nem számolt rá, double kill-en a Vordex. És 5, pontosan van 6-0-ás így, 102 creep-el. Hát ez olyan, mint a mai solo queue. Így, valahogy így figyeltem el. 1v2-en pedig Jax-nek fog halni, az Ignite a ketyegnek, Csacsi nem fog belehalni, abszolút még messze van tőle. Még farmol is elmer menni. Alice pedig ugye a habokban, hát akár a top tornon is lehet szertenni, de pusholni mindenképpen. Hillsong nagyon megindult, hogy 2-0-8-a, neki már rómolási lehetőség rég és régen adott, ki is használta, volt már topmon, volt már minden, jött vissza botra, mindenütt legalább egy ki az Ororaktar nevét. Egy assziszt erejére a binding megvan, attól függetlenül lökés még jó, a húzás még mehet, a húzás nagyon jó kétnek nincsen semmi, csak egy barrierje, elment mégre egy hit, hát nem, befejezve nem lesz, de Hillsong még menne, ott a flash, és Warnax jön mögött a Q végigyepe, abszolút lehet volna menni, megint egy double kill csinál Hillsong, hát hihetetlen a srác mit csinál, akár meg is áll élet, és megint egy double kill, tehát Warnaxnek 8-0-ás, hát azt az adikerit fogja meg az, akinek hatalma van konkrétan, 16-2, 8k golda, puuu, még hogy 8k azért az annyira nincsen, de van, most már igen. Hát majdnem, jó, akkor még nem volt 8, de láttam, hogy be fog dőlni a torony, ezért mondtam 8-at, so deep, ja nem. Penta Espos nem Kubuik ellen játszott, hanem Getroik ellen játszott. Akkor éppen azon a meccsen egy spanyol csapat ellen játszott a másik oldalon a Unicorn of Love. Most Celestia vagy Celestius, nem tudom mi volt pontosan annak a spanyol teamnek a neve. De akkor az a Kámaszt ilyen ment éppen, közben Csacsi érkezett meg midre. Vard az nincsen, nem is tudják, hogy itt van az ulti már, ketyeg lehet menni. Nidali elszámolja magát, fessel ki, fessel rá Kubu, Kubu hozza el. Volt az is jelen van, Morga se fog halni, 9-0-ás szívér, 18-2, abszolút egy easy match-nek nézünk eléve, 9k oldal megy, torony magasan most már 10k oldal Unicorn of Love, 15 percnél, még talán a Surrender is játszhat, de most, hogyha ezt az előn nem szúrják el, akkor tényleg egy easy match-en vannak túl, Hillsong közben, az még az összesönt eltologatja, tehát függetlenül már arra az Alice-re már nem mennek, Alice 0-2-1, annyira őt genkelni, talán egyszer, ha láthattuk, akkor is inkább egy utólag. Ez a Sipi jön a képnél, azt mondja, hogy nekem van itt egy ilyenem. Ulti be, csapdó már nem is nagyon érdekel. Mehetünk egy pofon, két pofon, ott a piros, ahol a izé mellé. A abszolút a baj, tehát a torony magasan mellé dobja, ettől függetlenül nem számít, a double buff mindenképpen segít. Ugye az a 2-0-4-es Olaf 0-4-es két nélkül simán tudta hozni a kötelezőt, a Morgana ulti viszont az jó, zónya nincsen, akár valóban bele is tud halni. Xodi az hozzá, azaz Kubu, Vard azon semmilyen fókusz hátul, double kill jön Arit, 21-2, easy-be hozzá a Unicorn of Love ezt a meccset, 16 perc inhibitor dönteni, az torolja magas előny konkrétan. Konkrétan, és a Csacsi eszi még egy dárdát, ez akkor mivel ez abszolút calculated volt, kit érdekel.
Chan pedig megint Unidelire, és így Kubu 6-1. Warless 9-0, egy jobb feedet AD carry, egy jobb feedet AP carry. Mi kell még ennél jobban? Mi lehet még ennél jobb konkrétan? Itt például megküzdett Dragonnal, jó ez a PvE szerver, azért néha teamfight és van Shippy. Jó, persze 3-kill, 4 assist-tel egy szavunk nem lehet Shippy játékára. Inkább az Elise gyatra játékára lehetne szavunk, mert tényleg ő igazából gankelni, nagyon-nagyon sokáig nem is van láttuk sehol. Shippy ennyi HP, azt mondja, hát a két én az előbb megöltem, megpróbáljuk még egyszer, inkább BT-re, Kirisztánk ott a mögöttem, az észint, ahol kijön, Kirisztánk lépel és kezdeneket a trollkodni, a charm talál. És két én meg konkrétan annyira, hogy áll, azt lő, hát tök mindegy kijön, meg is ő is meghalok. Alapon 23-2, 3 perc múlva, szerintem ezt a meccset feladják, 15k goldos erőnél. Érzi ezt magában a champs is, hogy Unicorn of Lab torony magasan veri őket. Platinum Diamond ide vagy oda, ez egy easy match. Ezek nem bronzosak, ezek patosak, és egy-két diamond is akad, azt hiszem, köztük, szóval annyira nem rosszak. De most nagyon rosszak. Ha már a chatre ránézek. Mi ez? Csacsi jön ult van közben Morganára, Morganak jelen pillanatban még... Igen. Mondani akartam, hogy még a... Zónya fogalma sincs nagyon meg ott a gondolatokban. Hát még nem befejezve sem, a Sivirku ugye pályá végig Nidalit. Csacsi tankolja a tornyot, Warlock közé üti a tornyot, Darnát megehette volna jó a spellség közé Sivirtől, érkezik közé hátul még a Unicorn, a Flap, Dozer, jön egy Kubu, jön egy Hidisang, jön majd Shippy is. És itt van az ötös, ez a bizonyos ötös fogat. Két int temetik el, Ataka be is fejeztetik 20 perc alatt a Unicorn of Lemosok, Hidisang még megy, a húzás abszolút, mert az első brutálisan rossz húzás az nem Hidisang a meccs alatt, a csár pedig jó, Nidalee meg fog halni, 2-0-ás csere. A Unicorn of Love 19 perc alatt szinte teljesen egyszerűen egy meccset fejeznek be, és ezzel nekik mára mindenképpen finito, és a kvalifikáción sikeresen végig robotoltak a Unicorn of Love-osok. GGVP és GGVP. Igazán nincs hozzáfűzni, még a Jackson ott kiment a kezdő. 27-2, 17k gold előny. Máshogy megfogalmazni, ezt már nem lehet mindenképpen szépen, és a Unicorn of Love-tól, és istenesen befejezték ezt a meccset. GGVP. És GGVP.